Na, csak beestem, szevasztok! Charlie, mindig a Charlie miatt kell várni, Charlie. Borzalmas ez a csávó, borzalmas. Hú. Charlie, mikor lesz a szülinapod? Ne vegyünk neked egy Wecker órát? Te bazd meg, volt a születésnapja, Nem, illetve lesz, mert jövőre lesz. De volt a születésnapja. Isten éltessen, Charlie, tényleg kire mindig volt. Kell várni. Sa-la-la-la-la-la, fulladj bele a mállás likvidedbe. Milyen jó hangja van Fifikának, megdöbbentő. Igen, köszönöm szépen egyébként. Isten éltessen sokáig. Nagyon boldog születésnapod. Nagyon szépen, köszönöm. Ezek szerint órát nem kaptál szülinapodra. Krisztián, van képed neked ezt mondani? Bazd meg, ha összeraknám a te késéseidet, kijönne belőle egy földkörüli hajóút, bazd meg, nem repülőgép Elon Muskkal, hajóút. Kellemesen. Jövőre, Krisztián, veszünk neki egy aplevekkert, tudod, azt a 60 perceset, ilyen zöld alba el lehet tekerni, érted? Egyébként itthon voltam, csak épp egy megbeszélés. Tudjuk, volt, ki nem mond. Nem, Voldemort nem. Volt nálad. Nem, Voldemort volt nálad. Elfelejtett a varázsigét, bazd meg, nem tudott idáig elhopponálni. Gondoltam. Igen. Úgyhogy ne haragudjatok, de én teljesen off vagyok ma, úgyhogy arra vállalok felelősséget, hogyha beszéltek, akkor én azt meg fogom vágni, de tényleg semmi témával nem tudtam igazából készülni. Mit mondtál, Krisztián? Meglepetés! 15 perces podcast következik. Mindenkit üdvözlünk az első kísérleti villámpárásító adásban. Ez lesz az a podcast, ahol csak 2 milligram fog fogyni. Vagy milliliter, bocsánat. 2 milliliter. Egy élmény hát volt. Mi történt veletek? Semmi. Sziasztok! Kezdem én gyorsan, mert én nem akarok magamról beszélni. Most öregebb lettem, elindult a B oldal, és még nincs vége a bulizásnak. Charlie, baszki, eldurrant a 40, érted? B oldal vagy. Ennyivel el akarja és intézni. És ennyivel elintézed, baszki. Na majd hát 40-es égő, bazd meg, kaptál 40-es égőt még? Kaptál még? Hát figyelj, térjünk vissza erre a jövő heti adásban, mert hétvégén azért még lesz egy... Ja, hétvégén lesz a buli. Hétvégén lesz okay. Egy dupla haverommal, dupla 40-es születésnapi parti, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel a Rio nevű műintézményben. Egyébként live-ozni fogok onnan is, tehát a születésnapon is dolgozni fogok. Ennyi. Aztán van most egy nagy lélegzetvételű... annyira nem publikus projekt, és mindenkinek kérem, hogy rakjátok csuriba az ujjaitokat a héten és a jövő héten nagyon-nagyon sok minden múlik nekem. Küldjük neked az energiát kézrángással. Ja jó, csak ne úgy, mint a gyurcsok, tudod, ez a érzi már a meleget. Úgyhogy ez, aztán képzeljétek, ma kaptam egy e-mailt, hogy a VR-os videó az annyira megtetszett, hogy már hogy nem az embereknek, hanem azoknak, akik mindenféle más dolgokkal foglalkoznak, hogy lehet, hogy még lehet majd velem esetleg találkozni valahol, valamikor. Ujja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 j
fokra lépünk, de majd kiderül, vagy beborul, nem tudom. Nem tudom, a gázóránál van-e valami, ami nagyobb, tudjátok így,
egy elefánt. Közműmérő órában van egy nagyobb a gáz órában. Hát a izé, mi az a barát csak kiolajvezetéken tudod a nyomást szabályozó. Kujbisevi vízérőmű vezérlő terme például. Cellet 2.0. Zseniális. Ja, és ott behagytam a munkahelyen, okos voltam, hogy lusta voltam lecipelni a laptopot, és ugye múltkor az adást azt éjszaka csináltam a munkahelyemről, vittem a stúdió fejhallgatót, természetesen otthon hagytam, úgyhogy most egy félig nyitott Bose fülhallgatóval, tehát remélem, hogy nem hallatszik be a ti hangotok, megfelelően visszavettem a saját jelszintemet, de amilyen az én szerencsém, természetesen a noise gate nem fogja megvágni. Jaj, tényleg, ki volt kapcsolva? Ja, tényleg, be is kéne kapcsolni ahhoz, hogy ne vágja meg. Ja, a high pass vagy megvágja. Na és veletek? Jaj. Hú. Tehát én konkrétan, tudod, hazajöttem Romániából, ebbe a 40, döglesztő 40 fokba, tehát ez nem is tudom kimondani a kettő közti különbséget. Tehát én konkrétan így a halálmesdjén voltam egész hétvégén, érted? Tehát kint ilyen 12-14 fokra hűl a levegő éjszaka. Itt, töcsém, hát ilyen laza 32 fok, hát azt hittem, hogy megdöglök. Az asszony így ágyneműt cserél naponta, érted, mert úgy izzadok, mint a ló, tehát brutális. Mondjuk tehát, hogy egyszerűen lenne nejlon tenni alá, fifika, hát csak kijönteni reggelente. És akkor kijönteni reggelente a cuccost. Én kurva nehezen élem meg. Ugye ráadásul azért is vagyok itthon, mert a Blossz 2.0, hogy a Charlie hasonlatánál maradjak, ugye a romániai piac bevezetéséhez az utolsó simítások most mennek, és az itt a nyomdában, a dobozgyártásban csúcsosodott ki. És akkor ma kész lettek a dobozok, úgyhogy már tartanak a kolléganők felé, és kezdik csomagolni, és hétfőn lesz a romániai forgalmazási nyitány, A és B brand, tehát egészen jól állunk, de mindenki igyekszik be a piacra. Ahogy nézem, tehát nem azt mondom, hogy el vagyunk késve, de rettentően teperni kell. Ugye közben itt majd lassan a magyar piac nyitás is, jön Dortmund szeptember végén, oda is készülni kell. A román piacra terveztem, és annak a demója tegnap készült el, egy ilyen teszter állványt, ahova tudod berakod a kis kazánokat föltöltve, amit nálunk nem lehet egyébként. Ezt így vágjátok. Neked is lesz egy ilyen 24 GT2-es Nem, gondolkodom rajta egyébként, tehát nem jársz messze az igazságtól, csak én nem GT-ket fogok beüzemelni, hanem valamilyen egyszerűbb kazánt. De ez csak annyit tud, hogy ott van a Liquid képe, van egy ilyen dupla luk, amiben bele van tolva egy sima, dupla, alsó fűtőszálas valamilyen kis kazán, és tudod, kiveszi, föltekeri, ráteszi a kis egyszerhasználatos szipkáját, és végig szipókázza azt, amit szeretne. És mindegyikhez ott van a leírás, szóval egy ilyen kis gusztusos állványt csináltunk, ilyen 3 mm-es plexiből. Nem plexi, hanem ez a fehér, kicsit habosított, ilyen reklámtáblának szokták ezeket. Aha. De polisztirol, nem? Hát ilyen polisztirol, de van ennek valami, Lexan vagy Hungarocell. A Lexan az a... Igen, jó. A Lexan, ja. Na, mindegy. Szóval egy ilyen kis stabil cucc, most annak a demóját csinálták meg, lézerrel van vágva, egy ilyen 6 méteres tintasugaras nyomtatóval van fölnyomtatva. Jó néz ki. De ezt lehet a román piacon, amit ugye a magyar piacon abszolút lehetetlen.
és azt tudjuk, hogy a likvidet, a kóstolást tudja igazából eladni, és a magyar piacon még meg sem lehet bontani a likvidet, nem hogy mit tudom én belekóstolni előre. Úgyhogy ezek mennek itt a háttérbe, meg hát még egyéb nem publikus, de az e-cigarettával egyébként szorosan összefüggő dolgok, de az majd egyszer egy nagyot fog még szólni a piacon. És hát találkoztam dílerekkel, gyerekek, hát a pofám leszakadt komolyan. De ezt majd, ha Krisztián elmondta, hogy mi történt vele a héten, majd utána kitárgyaljuk. Jó, tehát vele történt, de akkor kitárgyalandó. Oké. Okay. Igen. Hú, velem a héten. Én sem készültem semmivel, mert ugye a múlt heti adás az csütörtök este volt, és pénteken mi elmentünk Zebegénybe, és vasárnap jöttem vissza, úgyhogy gyakorlatilag egy hétfő meg egy kedv volt így nagyjából idáig. És Zebegénybe voltam vasárnap, toltunk egy hosszú hétvégét. Mi minden évben nyáron haza szoktak jönni barátunkék, a két keresztfiunk a Hollandiából, és akkor egy ilyen népesebb baráti társasággal elmegyünk valahova vidékre. Itt volt, tavaly Sikondán voltunk, most Zebegénybe mentünk, és Zebegény egy nagyon érdekes állatfajta. Elmentünk a Charlie-ek mellett valami úton is egyébként, elhagytuk Dunakeszit, és mentünk tovább északra. Ott mondtad mindenkinek, a gyerekek, egy perces néma csend. Nem ezt mondtam, azt mondtam, hogy tekerjük fel az ablakokat, és padlógáz. Oké, jó van, sportemberke, jössz te még az én utcámba. És az volt, hogy megérkeztünk Zebegénybe, a Szőnyi István táborba lett nekünk szállás foglalva, ami egy ilyen szabadiskola, képzőművészeti alkotótábor, és egy ilyen domboldalban van, és az aljában a Szőnyi István emlékmúzeum, aki egy magyar festő volt, 1894-től 1960-ig élt és alkotott, és az ő nevét viseli ez a tábor, ami pont úgy néz ki, mint egy 70-es, 80-as évekbeli úttörő tábor, ugyanazokkal a facility-kkel, tehát kis faházak, egy szem konnektorral, a vizes blokk, fürdő és toalett az a tábor másik végében, úgyhogy a társaság hölgytagjai azok kezdtek a szívükhöz kapkodni, hogy mi lesz itt két éjszakán át. És időutazás. Időutazás, ahogy mondod, abszolút időutazás volt, és a vége az az lett, hogy gyakorlatilag a hely, a társaság, aki ezt üzemelteti, egy ilyen baráti társaságszerűség, meg a programok, amiben teljesen véletlenül belecsöppentünk, ezek olyan szinten kárpótoltak a, ha nem is a luxus, de a minimális kényelem teljes hiányáért, olyan szinten kárpótoltak, hogy csak pislogtunk. Pont belecsöppentünk, péntek és szombat este lengyel film napokat tartottak, és voltak itt lengyel vendégek, hoztak lengyel rövidfilmeket, vetítés volt, baromi jó kis elvont lengyel rövidfilmek voltak, és utána pedig ilyen ad hoc koncert szerűség volt. Péntek este ott összeálltak javarészt az üzemeltetőkből egy ilyen zenekar, és volt ott minden igazándokból ilyen pszichedelikus népzene szerűséget rittyentettek belőle, volt hegedű, bőgő, didzseridú, ének, amit akarsz, minden volt. Ez ilyen nagyon Ozora 2.0. Micsoda? Ilyen Ozora 2.0. Ozora 2.0, igen. Hát, vagy inkább Ozora már kezd ilyen nagyon szervezet lenni, lehet, hogy ilyen Ozora 0.1, ilyen lehetett a korai Ozora kb. És nagyon-nagyon klassz volt. Második este pedig azt képzeljétek el, van nekünk egy nagyon szívünkhöz közel álló zenekar, a Zuboy, akik teljesen elmebetegek, és teljesen elmebeteg zenét csinálnak. Az is ilyen mindenféle slágerek újra költve, népzenével, mondókákkal, meg egyebekkel összerakva, beatbox, skótduda, népi brácsa, szaxofon, harmonika, minden van, amit csak el tudtok képzelni, és itt nem a Zuboy zenekar volt, hanem a Zuboy egyik alapítójának egy formációja, Zsivány 4-es
néven, mert hogy négy tagú a zenekar, gondolom én azért, és javarészt Zuboly dalokat játszottak, meg azért minden egyéb mást is, és hát ez egy akkora meglepetés volt, hogy így elmész valahova, és így a semmi közepén belebotlasz egy ilyen ad hoc mini Zuboly koncertbe, hogy csak pislogtunk. A Laca barátom az a párja elmondása szerint meg se tudnám mondani, hogy hány éve nem tombolt ekkorát koncertre. Zseniálisan hangulatos volt az egész, jól széjjel fröccsöztük magunkat, a beállalósabbak azok, ha már lengyel este volt, akkor zsubrovkáztak. Úgyhogy valami nagyon elképesztően jó hangulatú, jó idő, jó társaság, iszonyat szívélyesek, nagyon kedvesek, baromi-baromi jó volt az egész. És merem ajánlani mindenkinek, aki egy kicsit ki akar szakadni ilyen úttörőtábor feelingbe vissza. A másik nagy fán dolog pedig az volt, hogy rávettek, nem kellett, meglepetésemre nem kellett olyan nagyon noszogatni, hogy ha már ott vagyunk a Duna mellett, akkor menjünk el egy kenutúrára. És a kenutúrára invitálás az nálam így alapesetben, ez a kösz nem, hagyjál békén, miért csinálnék ilyesmit, de valahogy itt is ilyen nyitottabb lettem az utóbbi időben, és azt mondtam, hogy menjünk, igazából mi történhet. Ha túlélem, akkor szuper, ha nem, akkor meg úgyis mindegy. Úgyhogy elmentünk Zebegénytől lecsorogni kenuval, három kenuval, Nagymarosnál kötöttünk. És Krisztián, rendesen térdeltél a kenuba? Nem térdeltem, a kenuba ültem, mert ilyen ülős kenu volt. Hát akkor az ülős... nem kenu, baszki. Hát kenu formája van. Indián kenu, bazd meg, azok se térdeltek, hát ne őríts már meg, tudjuk mire. Kényelmes. Ne kötözködjünk, bazd meg, sportolt. Mi az, hogy sportoltam? Úgy húztam, mint az állat, még mindig fáj a csuklom tőle egyébként. És hát a terv az volt, hogy egy nagyjából másfél óra a lecsorgás kb. Mi azt hittük, hogy lesz ez két óra is, mert hogy volt két teljesen noob csónak is a társaságban. És a végén lecsorogtunk egy óra alatt kb. És bementünk először egy ilyen kis félszigetre, és aztán utána a délnek vettük az irányt, és mentünk lefelé, és az első 20 perc az full halálfélelem, tehát igazándiból az összes erőhatás, ami hat rád, nyeklik, hullámok jönnek, nem mindegy, hogy hova helyezed a súlypontodat, hova helyezed a testsúlyodat, fél centivel arrébb csúszol a seggeden, akkor már össze-vissza billeg az egész. Ráadásul másodiknak ültem a négy személyes kenuban, úgyhogy gyakorlatilag Kingát láttam magam előtt, aki életében először kenuzott, mint én, úgyhogy amit csinált, az nem volt kimondottan meggyőző. A mögöttem ülők is igazából az egyiküket leszámítva, aki egyszer már látott vizet életében. Senki se tudta, és a Viktor cimborán volt hátul a kormányos, és kurvára nem arra mentünk soha, mint amerre menni kellett volna. Úgyhogy a hátam mögé nem láttam, fogalmam nem volt, hogy ezek ketten mit csinálnak ott. Amit elől láttam, az nem volt túl meggyőző, de magam sem voltam túl meggyőző. Úgyhogy tényleg nem viccelek, ilyen abszolút fight or flight halálfélelembe kapcsoltam, és így mindenhez volt egy pikírt megjegyzésem, mindenkire rászóltam. Na most végre megérted, milyen nekem podcastet csinálni. Figyelj, akkor miért kijelenthetjük, hogy te az egyik noob csónakban ültél? Abszolút, teljesen, abszolút. Abszolút, így volt, és az első 20 perc az így ment, tehát igazából töményrettegés, félelem és reszketés Zebegényben. Abszolút. És valahogy 20 perc után kezdtem hozzászokni, hogy mi a dinamikája a dolognak, és akkor már így, akkor volt egy 20 perc olyasmi, hogy miért kellett ebbe, de kár, hogy nem evezhetünk és hagyhatjuk ott a parton ezt az egészet, ennek semmi értelme nincsen. És azután a 20 perc után, ja, és akkor jöttek még ugye a motorcsónakosok, akik imádnak kenusokat szopatni, és így dobálják a hullámokat jobbra-balra, csak hogy még jobban érezzük magunkat, nem lopták be magunkat a szívünkbe, de hogy amikor ez a második 20 perc is eltelt, akkor így nagyjából mindenki kezdett ráérezni, Viktor is már egészen stabilan kezdte el kezelni, kezdett arra állni az óra a csónaknak többnyire, mint amerre menni szerettünk volna,
A Viktor párja Edit ilyen teljesen jó coach üzemmódba váltott át, és így mindenkit szóval tartott, mindenkinek próbálta mondani meg így, hogy mikor cseréljünk oldalt, meg mit tudom én elkezdtem húzni, mint az őrült, úgyhogy így rákaptam a monotonitására, elkezdett működni, Kinga ott lógatta befele a lábát a vízbe, amiben én persze mindig beleszóltam, hogy ne mozogjon, mert föl fogunk borulni. De így az utolsó 20 perc, 20-25 perc egészen kellemes élmény lett, pláne amikor ott a Duna kanyarba, első kanyarnál mondtam, ó, jól van, ott van az a domboldal szembe, ahol mindjárt jön a visegrádi vár, és így kiértünk a kanyarból, és az nem az a domboldal volt. Mondom, jó, akkor megyünk még tovább, de ez még az uncsi 20 percben volt benne. És aztán, amikor végén kibukkant a tényleg a visegrádi vár, meg a nagymarosi móló, meg partszakasz, akkor már így úgy voltam vele, hogy ezt igazából még órákig tudnám csinálni, egészen kellemes és nyugis volt. Szóval ez volt, meg volt életem első kenús vízi túrája és egyéb dolgok. Kipróbáltam, nagyon kellemes volt, nem valószínű, hogy az életbe többet fogok ilyet csinálni, de legalább ezt is kipipálhattam. Ez történt velem az elmúlt héten, ura. Eszembe jutott még valami, mi történt velem a héten. Ez olyan, mint ahogy te szoktad. Megjött a csomagom, gyerekek. Az én kis szülinapi ajándékom. Magadtól magadnak. Úgy is mondhatnám, igen, hogy ajándék, mellyel meglepem e kávéházi szegleten magam. Kérdés kiírta volt, és mi a címe? Születésnapomra. Igen, ki írta? József Attila. József Attila. Úgy, ahogy van, összeraktátok ketten. Nem tudom mondani nektek valamit, de én... Nem nyertünk semmit? Megnyertétek, hogy elmondom, hogy ez egy Sony Alpha 6500-as kis nagyon kompakt milc, azaz nem mondjad már, nem tükörreflexes fényképezőgép, de tud 4K-t, tud videót, egy gyönyörű 1670-es objektívet, tehát nem a Kittobival vettem, meg mindenféle szírszart vettem még hozzá, csak ugye pont egy-két nappal. De ez cserélhető objektív. Igen. Csak nem tükör. Igen. Aha. De valami... Nem fogod elhinni majd, de mondja csak. Parád és a kép egy gyönyörű videókat csinál, ugye itt vannak már színprofilokat, lehet játszani vele, eslogot, tud mindenféle szírszart, ami nekem kritikus volt, és éreztem, hogy már most is jó lett volna egyébként a nyaraláson, de majd Olaszországba, ha megyünk, akkor a Toszkán vidéket már ezzel fogom megörökíteni, úgyhogy nagyon örültem neki, hogy a kedves feleségem meglepett ezzel. Mikor jött meg Charlie? Már hogy ez a pak, ez tegnap. Vagyis hát, hogy van, hétfő éjjel szállt le a repülőgép. Na mindegy. Úgyhogy tegnap mentünk érte. Nem fogod elhinni, hogy Kingának régóta dédelgetett álma volt, hogy elkezdjen fotózni és megtanuljon fotózni, úgyhogy az elmúlt hetekben végignézett mindent, meg végigkérdezett mindenkit, úgyhogy megtalálta álmai gépét, úgyhogy mi Zebegényre indulás előtt beugrottunk még a Lepődj meg Sony márka kereskedésbe. és megleptük Kingát, illetve hát meglepte Kinga magát egy nem a 6500-össel, hanem a kistesójával, a 6000-essel, nagyon, a 6000-essel. Az is nagyon jó kis darab, ugye én azt hiányoltam belőle, hogy ugye az enyémben már érintőkijelző van, tehát gyönyörűen lehet játszani a fókusszal, megjavítottak kicsit a feldolgozási mechanizmuson is, de hát tényleg mind a kettő parád és kis kütyű, és tényleg olyan jó, bazd meg, hogy ilyen pici, kompakt, bazd meg, és mégis annyira gyönyörű. És a forintnak milyen dimenziójában járunk? Krisztiánét nem tudom, én halkan mondom az enyémet, hogy a úriember pénzről nem beszél, na, ezt áfa nélkül tudtam venni, mert ugye New York államon kívülre rendeltem Kaliforniába is, és ez egy ilyen nagyon kedvezményes 2500 dolláros pak volt egyébként. Úgyhogy
Na de tudod, ez a letudva előre a születésnap, karácsony, új év, meg minden. Minden benne van, igen, minden benne igen, van. Semmit igen. Nem kérek, Mikulás se lesz. Igen. Igen, igen, igen. Úgyhogy, hát innen már ezzel lehet tovább lépni, az meg természetesen kérdeztem a cimborámat, hogy milyen obit, és akkor mondta, hogy van az a G-Master, és abból a... De mondom, várjál már, Nonóka, hát ez 2500 dollár, az egész csomag kerül annyiba. Várj, és akkor még most jönnek az állványok, ja nem, ezek már vannak, nem, ezek már... Ebben benne volt az is, tehát egy polárszűrőt, egy állítható polárszűrőt, egy tököm tudja milyen szűrőt, csak hogy ne a lencse sérüljön, lenspen, meg három aksi, meg három memóriakártya, meg az anyám kínja. Tehát meg külső töltő, mert ugye ezek a Sonic 4K-ban azért szeretik zabálni az amperórákat, úgyhogy külső aksi töltő, meg az anyám pikulája is. Milyen objektívvel vettétek? Hát mivel kezdő tanulós fázis, ezért az alap 18-tól 50-es kit objektívvel. És az mi pénz volt, Krisztián? Hú, kérlek szépen, a kit volt 200 valamennyi. Aha. De úgy a 200-hoz közel valamennyi. Uh-huh. Tehát nem 299, valamivel 200 fölött. Hát igen, itt az volt nálam is a drámatagozat, hogy az objektív az a gépárának a kétharmada volt, még pluszba. Tehát azért az kemény volt, hogy nem a kit objektívet vettem meg, de... Na mindegy, hát... Figyelj, nálunk tanulni tökéletes lesz igazából. Ó, nagyon jó, Kingával el fogunk járni, akkor fotózgatni. Vagy te leszel majd a fotóportré alanyunk. Ó! Nem, én leszek, mint ahogy hívják a... Mi az? Golfba a Caddy. Én cipelem mögöttetek a fotóstáskákat, ja, és tényleg, ilyen már volt az objektívek mindenfelé. És tényleg, és tényleg. Azt nagyon ügyesen csináltad, azért ezt meg Kingának mondani fogom. Nagyon ügyesen csináltuk mindannyian, mert mindannyiunkra ráaggattál valamit, hogy cipeljük helyetted. De azt kéne csinálni, ezt majd kitaláltam Kingával, csinálunk rólad jó témákat, és lecseréljük Kádár Jani bácsit a falatokon. Nem. Ez lesz. Nem. Ó, de. Nem. Pecázó Janibát nem adjuk. Pecázó Janibát. Ja. Na, azt a rengeteg témát, azt földolgozzuk most? Hát figyelj. A világ összes témája ott van. Vagy akkor hagyjuk a faszba, eresszük el ezt az adást, és beszélgessünk még ilyen könnyed témákról, mint egy negyed órában, aztán... Sütj! Jaj, még egy bigyóm van. Az múlt héten történt, és el is feledkeztem róla, hogy Kinga is, meg én is jelentkeztünk ugye a szemmelvejszes kutatásra. Engem sajnos el kellett, hogy tanácsoljanak a kettes típusú cukorbetegségem miatt, úgyhogy én nem mehettem, de Kinga múlt héten volt neki a klinikai kutatásos része. Két nap reggel ment, úgyhogy túl van rajta, úgyhogy nagyon büszke voltam rá, hogy ő is fölvéste a kis monogramját a valamilyen magyar elcigis kutatás emlékfalára. Hát illetve beállt a családban a sorba, igaz? Már csak második lehetett, de ha már apa volt cigizni, akkor ő meg elment fogkövet eltávolítatni, ha jól sejtem, mert ugye az volt a bónusz rá, vagy valami hasonló. Arra látod, nem is emlékszem. Már hogy nem nekünk, hanem a szemmelvejszes kutatásban talán ilyet is láttam meglengetni. De azt meséltem még, az is nagyon vicces volt, ilyen is ritkán találkozik az ember, hogy megdicsérték a doktorok, hogy milyen szép az a tömés. Sose tudom fölfogni, az meg ez a de szépen összevarták ezt a sebet magán, meg de szép ez a tömés. Legközelebb, ha hasad, jöjjön már hozzám, majd össze lehet hasonlítani, hogy ki var jobban. Fölvághatom. Volt ilyen, emlékszel arra a műsorra? Ez a tam-dam, játék és muzsika 10 percben, aki a mikrofonnál Isten, kérdez, üzé-hozé, aki válaszol, igen, és akkor, szóval... akkor jött a haló, Kovács Géza vagyok. Kis Ernőné nyugdíjas. Igen, Ernőné egy picit vegye lejjebb a rádió, de akkor nem hallom magukat. Nem, fog hallani a telefonba. Igen, lejjebb vettem, jó már. És akkor tudod, bejátszottak három taktust, és az öreg lány egyből rávágta. Ez,
a Wagner mesterdalnokok a harmadik partitúrába vezényel Weiner Leo. Honnan a kurva anyádból tudod, bazd meg, hogy ki vezényelt, ért? Igen. Hallja a kabátja súgogásából. Igen, az még nem volt az, mint mostanában, tudod, ez a betelefonálsz, hogy valamit a reggeli műsorban a Vadon Jani, ő nagy túrás, és ugye szokott kérdezgetni kérdéseket, ami általában nem mindig ilyen, hogy hívták a Balázs kutyáját, hanem mit tudom is én, ki volt a 16. királyunk, és akkor tudod, a 21. században ki is volt a 16. királyunk, és hallott, hogy a klaviatúra gépel ezerre, ki is volt, és akkor mondták, hogy na, megvan már a Google-ben? Ki is volt, és akkor hát erről lecsúsztál, köszönjük szépen. Hát akkor ez még nem volt. Fú, mennyivel, de komolyan most így Krisztián behozta ezt a 70-es éveket, ugye akkor még ti nem nagyon éltetek. Hát sajnos, mint ahogy a 40 említi, igen, éltem. Hát jó, de mondjuk 70-ben nem járta akkor úttörőtábor. Ja nem. Na, hát. De voltam úttörőtáborban még, igen. Krisztián pedig biztos, hogy nem. Tehát ő nem találkozott azzal hamisítatlan feelinggel, aminek most egyébként részese. De Fifika, hát akkor az még nem írtózna ennyire a sporttól például. Tehát, ugyanabban az évben születtünk. Ez mindent megmagyaráz. Nem volt katona, nem szeret sportolni, nem jár Andorral, bazd meg, Spartan Beastre. Milyen ugyanabban az évben? Ugyanabban az évben születtünk, ember. Te is, 70, te is 77-es vagy? Mint a legjobbak általában. Ilyen vén búza vagy te is? Hát sok én kihúztam az év végéig, ugye? Nem értél rá. Tegnap azért megkérdeztem a feleségem, hogy figyelj már, drágám, de nem azért érted, leszarom, de mennyinek nézek ki? 35-35, na mondom, helyes van. Nem hozhatod ilyen helyzetbe, szegény. Nyilvánvalóan hazudja. Megvolt éjszaka a menet, Charlie reggel főkelt. Figyelj már, drágám, na milyen volt egy 40 évessel? Gondolod, nem. 40 évesen nem ez lesz már a prioritás. Feküdjünk már, aludjunk már. Tudod, mikor ilyeneket értékelsz, hogy olyan jót aludtam ma. Szex volt? Nem, de olyan jót aludtam ma. Kit érdekel? Aludni, bazd meg! Aludni, érted? Igen, nem szabad már aludni, mert alig van egy kis időnk hátra. Na, ahogy mondja, Krisztián, ahogy mondja. És még ilyenkor mondták, hogy kifele fut a nyúl az erdőből, meg jaj. Ó, ezt még elmondom nektek, Zebegényben van egy Erzsébet forrás, ami ott a Duna vízgyűjtő, valami vízgyűjtős patakban. Tudom, ott szedik az utalványt. Na jó, én kérek elnézést. Nem, de ez szar volt. Ami viszont nem szar, az az Erzsébet forrásnak a vize, úgyhogy félretettünk egy csomó másfél literes palackot. Elképesztően hideg forrás, mint az ilyen források általában, baromi tiszta, és hoztunk egy csomót, úgyhogy most Zebegényi Erzsébet forrás vizet kortyolgatok itt. Gyanús is volt, hogy nem pattintott fel a sört, de a... Aha, a nyelve csettintése is más, mikor nem a kis komló áztatta, erjesztette buborékok pattannak el rajta. Vagy a gyömbérsöröd, mondjuk. Tényleg jó ez a víz, basszus. Klassz. Hoztál nekünk? Van még néhány üveggel, de nektek nem hoztam. És akkor hallott, te elvárod, hogy én utaztassak, bazd meg, egy szájba kurt kavicsot, bazd meg. Át a világon. Egy kavicsot, de nem egy másfél literes palackot. Ami még mindig nincs nála, fogadjunk. Hát, mint a mikrofonálvány. Na, hát hallasz valamit? Ott van a popfilter a szád előtt? Itt van a popfilter a szám előtt. Szóltam eddig? Nem, ezért. Na, ugye? De hogy jó, itt... azt képzeljétek még, mondjátok. Csak mondani akartam, hogy itt ne unatkozunk, mert nem verjük ki egymást. Semmi buzulás. Tudod, buzulás. Csak így Csárlinak legyen névnapjára, születésnapjára valami emléke. Ó, már tudom, mit fogunk tenni a kultúrába, meg kell találnom.
Így járunk elünk, így zebegényben, és egyszer csak szembe jön a Magyar Hajózási Múzeum. De azt értsd, ilyen vidéki ház. Ott én is voltam, jaj, az te nagyon... Is? Hát úgy, hogy mi... Az egyetlen, az igazi, a Magyar Hajózás Történeti Múzeum. Igen. És előtte egy kis plac, meg egy ilyen kis lejtő, és a placra ki lehetett annó ülni ilyen padokra. Jaj, görcsol a lábam! Megpróbálom megkeresni a kultúrába. Ő nagyon aranyos, mint kiderült, egy ilyen idős néni vezeti, akinek az édesapja volt még, amikor létezett magyar tengerhajózás kapitány, és járt a világban mindenfelé, és gyűjtött mindent, ami hajóval kapcsolatos, mindent, ami az élővilággal, meg kultúrával kapcsolatos, amerre járt, és igazából az ő gyűjteménye, ami ott ki van állítva be a kis... Tényleg ilyen klasszikus falusi házba van berendezve, a szobákba, meg kint az udvaron ilyen nagy alkatrészek, meg mindenféle bohóságok, és a néninek az unokája, kisunokája magyarázza, hogy mi micsoda, honnan van, meg ilyesmi, tüneményes az egész. Ilyen gyöngyszemekre lehet ott bukkanni. Meg is találtam. Akkor azt tedd be a show notes-ba, léci. Nekem volt egy ismerősöm, aki sajnos már nem él. De lehet, hogy elmondtam én ezt már egy podcastben, de most elmondom még egy podcastben. Ő a magyar-osztrák hadihajózásból diplomázott. Tehát elmondom még egyszer, hogy értsétek. Tehát a magyar-osztrák hadihajózásból diplomázott nő létére. Egyébként én azt sem tudtam, hogy ennek van egyébként valós alapja, történelme, és hogy magyar kvázi hadihajók szelték, érted, az óceánt. És ő csinált egy installációt abban a múzeumban, amiről te beszélsz, Krisztián zebegénye. Környékén és kívülről tudta az összes dunai, balatoni és tengeri jelentősebb magyar hajóknak a neveit. Úgyhogy tisztelettel adózom az emlékének, most, hogy így ezt szóba hoztad. Na, ezt a rövid challenge-et azért elmesélem, mert mondtam, hogy találkoztam egy dealerrel. Tehát, igen. Képzeljétek el ezt a szituációt, hogy leültök Szegeden egy ilyen kávézó teraszára, és akkor ott szívogatom a kis, mit szívok most? Valami Aspire, mi ez? Zélos van a dvarvom alatt, és ott pöfékelek, másik asztalnál ül egy srác, egy ilyen 20-30 közötti gyerek, és akkor így átszól, de így tök, tehát se az, hogy szia, ki vagy, hogy vagy, vagy mi vagy, azt mondja, mit szívsz? Tyű, mondom. Mutatom neki, mondom, ez egy dvarv RTA. Nem, azt mondja, milyen likvid van benne. Hát mondom, a sajátom. Azt mondja, sajátod? Hát mondom, az kevergetek likvidet. Azt mondja, van neki is, de azt mondja, ő ilyen márkás likvideket szokott keverni, meg azt árul. Azt, mondom. Hogy tud valaki márkás likvideket keverni? Ne, igen, hát igen, igen. Tehát, hogy ő márkás likvideket kever, és azt árul. Hú, mondom, azt milyen likvideket árulsz? Mondja, hogy hát műsztiket. Mondom, micsodát? Műsztiket. Mondom, milyen? Mondom, hogy van leírva? És akkor elkezdi betűzni, érted, a műsztiket. És mondom, mennyi adod? Azt mondja, 2000 forint a 100 milli. És mondom, te kevered? Én azt mondja, veszek aromát, összekeverem, azt ennyi árulom. És akkor így, tudod, így végig gondoltam magamba, hogy mondom, utoljára én valami olyasmit hallottam, hogy ilyen a Petinek az eszenciája, az, de Charlie hazudtolj meg, vagy én nem, mert én soha nem tartottam, meg nem is vásároltam, de valami 2000 forint környékére emlékszem.
ami a 100 millibe kell? Hát most jót kérdeztél, nem tudom fejből. Oké, te se tudod. De megkérdezem. Te valami ilyesmire emlékszel. És nézek a srácra, mondom, te figyelj már, mondom, szerintem drágább az aroma, mint amennyi te adod. Azt mondja, hát nem. Hát ő kitanulta, hogy azt hogy kell megkeverni. Érted? És mondom, nikotint azt honnan veszel? Ó, megvan, akkor kell neked nikotin? Hát mondom, lehet, hogy érdekel. Baszki, és tehát így néztem ki a fejemből, mondom, baszki, tök ismere, tehát azt se tudja, ki vagyok, mert nyilván nem tudta, és akkor így elkezd velem diskurálni. És a vége az volt, hogy számot cseréltetek? Nem, azt mondja, van nála egy lista, fotózzam le. De most nincs belőle több, és egy ilyen kockás papírra bazd meg, föl voltak írva, érted, ilyen, de tényleg a Petinek a likvidjei, érted, meg mellé az ára, bazd meg. Elképesztő. Hát kész voltam, baszki. Na majd mi lesz itt? Megkérdezem, mert szombaton találkozunk, és meginformálom tőle, hogy milyen nagy bizniszbe fogott itt a zebegényi dílerekkel. A viszont eladói köre, érted? Ja, a Lali Szegedről, persze. Hát azt is tudom, hát ő szokott nekem keverni, nem? Mikor nincs időm, akkor bérkevertetek vele. Hát, baszki. Tehát ez valami elképesztő, gyerekek. Tehát, hogy a trafikba kényszerítéssel, és minden előjött, amit mondtunk. Emlékszel, Krisztián? Minden előjött. Minden. És a legújabb trollkodást, azt nem tudom, hallottátok-e ezen már, nem tudom, hogy sírjek-e, vagy nevessek, érted, de most mi van az INTS helyett? Tiszti orvosi szolgálat, vagy hogy hívják most a Nébih vette át az INTS-t? Nem, az az Élelmiszerbiztonsági Hivatal. Igen, de mindegy. De a lényeg az, hogy a volt kölyál, vagy nem, akkor kölyál volt INTS, tehát nem tudom. A legújabb sztori az, hogy magyarra fordított biztonsági adatlap a Liquidhez, és ezt kimennek a trafikokba ellenőrizni. Tehát érted? Legyaktál egy óriási sztorit a regisztrációval. Millió laborvizsgálatot, dokumentumot, milófaszt, XML fájba bazd meg, előre meghatározza, föltöltötte az uniós kapura. Kifizetted a 475 ezer forintos regisztrációs díjat, bazd meg, és most elkezdik baszogatni a trafikokat ezzel a magyarra fordított biztonsági adatlappa, amit természetesen azt hiszem a Magyar Kémiai Intézet megfelelő tagozata neked szintén pénzért lefordít a meglévőből, és megcsinálja neked, és megszakérti, bazd meg. Édes Istenem. És júliusról augusztusra megváltozott a CLP címkézés, és most már máshogy kell a piktogramok, mások lesznek a augusztustól a likvideken, mint ami augusztus előtt volt, érted? Ez. Komolyan mondom, én már nem tudom, hogy mit csináljak kínomba. Nyilván egyébként ezt lehetett tudni előre, hogy lesz egy új szabályozás, és ugye ez a biztonsági adatlapokkal van összefüggésben, hogy most erre fölkiáltójel kell, és halálfej, vagy csak fölkiáltójel, vagy nem kell rá esse, az se. Ezek a sztorik döntik el. De hogy képzeld el, hogy így, tudod, májusban volt egy nyesés, most augusztusban a következő, és már rettegek, érted, hogy mit a decemberre mit fognak kitalálni, hogy majd jön a Nébih, mondjuk, ugye az még nem folyt bele a sztoriba, és kérni fog valami, nem tudom én milyen bizonylatot, ami természetesen nem lesz meg neked, vagy nem tudom. Tehát, én már tudom, hogy ezek mit csinálnak komolyan.
Komolyan mondom, a Gusztáv, a Tibor, az Ildikó, meg még valami kretén az ANTS-től, ezek szerintem így esténként szellemet idéznek, ilyen Ouija borddal, és Kafkát idézik, és így mondják, hogy Franz, vagy Feri, e-liquid, gyorsan találj ki valamit. És akkor Kafka szelleme mondja nekik, hogy hogyan kell ezt csinálni, hogy még abszurdabb, bizarrabb, elképesztőbb legyen, hihetetlen. Tehát nekem egyébként az jutott az eszembe, hogyha én lennék mondjuk a dohányzás ellen harcoló Che Guevara, van egy kibaltázott jó Che Guevara pólom, gyerekek, ijaj. Na, és ha én lennék a Che Guevara, akkor valószínűleg így ülnél, és így gondolkoznál rajta, hogy hogy kéne valamit ki kéne találni, hogy még olcsóbban jussanak az emberek cigarettához. De mit találjak ki? Megvan, az meg vigyük le valaminek az adóját, de ne a cigarettáért, csak valamit, amit hasonlít hozzá. Adjunk olcsó szart az embereknek, hagyj szívjál. Hát nem te harcolsz ellenük? De, hát figyelj, hogyha betiltjuk, akkor ki ellen fogok harcolni, bazd meg. Jaj, és ezen törik az agyukat, bazd meg. Tehát ahelyett érted, hogy rárepülnének azokra a történetekre, amik egyébként a piacon szemmel láthatóak, nem, bazd meg, téged állítanak be ilyen aljas üzének, nem tudom én minek, és folyamatosan azon gondolkoznak, hogy hogyan basszanak ki veled. Ciki, ez már vérciki. De tényleg, főleg úgy, hogy ugye azt látjuk, hogy külföldön meg hogyan mozognak a szálak, hogy úgy mondjuk, merre felé tendálnak. És rájöttem arra, és képzeld el, hogy valamelyik nap így gondolkoztam, az egyik ismerősöm volt kint Barcelonába, valamelyik Forma 1-es, Barcelonában van Forma 1-es futam, vagy hülyeséget beszélek? Hát, Barcelona, vagy Katalunya, vagy... De azt hiszem, hogy a Circuit de Catalunya, azt hiszem, igen. Na, mindegy, ott volt, és az IQOS zászlók, érted, a pálya körképével, tetén az IQOS fölirat, itt a jövő, meg nem tudom én mi. Tehát ilyen óriási reklámok, ugye Romániában irdatlan módon terjed az IQOS, és akkor így gondolkoztam rajta, hogy Magyarországon miért nem akarják ezt tolni, érted? Hát egy multicég, ha elindít egy európai kampányt, érted, akkor azt pörgeti minden országba. És azt tudom, hogy a Philip Morrisosok Magyarországon már az IQOS-t szívják egy éve, meg ott van a kezükbe, de a magyar piacon nincsen. És akkor így bevillant, érted, hogy hát baszki, hát mindenhol Európában az IQOS az egy ilyen, de tudjátok, miről beszélek, a Interről. Mindenhol egy netes kampányba megy. Tehát regisztrálnod kell, be kell jelent, fiókot kell csinálnod, neten keresztül tudsz készüléket, az első készüléket féláron kapod, salala. Hát Magyarországon nem lehet netes kereskedést csinálni az IQOS-szal, érted? Úgyhogy nem lesz Magyarországon IQOS. Ennyi. Jobban teljesít. Igen, már megint jobban teljesít. Hát ennyit a tudomány és a magánélet újdonságairól. Úgyhogy most már csak Charlie-ra várunk, hogy fölébredjen, és bemondja azt, hogy köszönjük, hogy a szűken szabott 3/4 órát most megbocsátjátok nekünk, de mindenféle köszönjük, hogy ezer dolgunk van. És ahogy köszönjük, Krisztián, hogy minket választottatok. Igen, ahogy a kinti hőmérséklet 40 fok. Megint melegszünk, és hétvégére természetesen megint lehűlés jön, de valahogy csak kibírjuk, most már kemények vagyunk, mint az orosz tél, úgyhogy jövő héten ugyanitt, talán addigra kicsit rendezni tudjuk a sorainkat, de azért köszönjük szépen, hogy ezt az adást is meghallgattátok. Sziasztok! Egy élmény volt. Sziasztok! Spasíva! Sziasztok!